Ahogy az előző videóban megígértük, most is eljöttünk horgászni. Ezúttal itt a lakóhelyünkhöz közel lévő Nézsa Ezersziget horgásztóra. Ez van itt hozzánk a legközelebb ilyen metódos, nagyhalasabb víz. A féderek már bent vannak, most érkeztünk meg nemrég. Március eleje van, gyönyörű szép időjárásunk van, süt a nap. És igaz, még a tó egy kicsit be van fagyva pár részen, de ez nem akadályoz meg minket a horgászatban. Bevetésre kész. Apa mondta, hogy tegyek föl édest, miért rakok föl M1-est, és bedobás után kb. 2 perccel volt is egy kapás. Dobok is vissza, készítem az újat. Mehet újra be. Kicsit kukoricával megszórtam itt az egyik bokrot. Oda egy bottal horgászok metóddal, a másikkal pedig kicsit távolabb ott az akadó környékére, valamint a PVA bag van még bent. És hát mi, amikor ide kijövünk, mindig valahogy kifogjuk, hogy a traktor itt dolgozik mögöttünk, folyamatosan zúg. Kicsit kellemetlen, de hát ez van. Az idő nagyon jó, egyelőre haladt még nem sikerült fognunk, vagyis hát egy kárász jött. De próbálkozunk tovább. Végre! Így egy óra fele PVA bag elsült. Ha nagyon vártam. És nem is lesz olyan rossz, ha... Megmentette a fecát. Egyes PVA meg megmentette a pecát. Itt van ez egy gyönyörű. 7-8 kiló körül lehet, most nem mérjük meg. Egy óra van. Reméljük, még tudunk fogni pár ilyet. Majd meglátjuk. Mivel nagyon lent van a víz, így biztonságosabb a szágba visszaengedni. Most mi is így teszünk. Thank you.
készítem a sikeres csalit. Ez M1-es pop-up van benne, fluoronatural pellet, és még M1-es PVA bag liquidet fogok beletölteni. Ennek a pontnak a fogásán felbuzdulva megpróbálom a metódon is ezt az M1-es ízvilágot. A csalitüskére már föltettem az M1-es pop-upot, és a metód kosárba is fogok tölteni az M1-es liquidből. Jobb kárrát elhúzta. Így délutánra fogtunk, vagy 5-6 keszeget meg kárrázt. Próbáljuk kiszelektálni a pontyokat. Még van egy kis időnk, de lassan pakolunk és megyünk. És ismét a PVA bag. Megint egy gyönyörű, szép húzós kapásra. Na, azt hittem, hogy nem lesz semmi. És így még a pakolás előtt elhúzta. Azt előbb is az volt, hogy belemozdult bedobás után egy 2-3 perccel, valószínűleg keszek kárát megpiszkálta, és utána ki is vettem, hogy biztos, hogy ellökte. Most ugyanez volt, most bent hagytam, és elhúzta. Itt a PVA bag második zsákmánya. Ez egy picit kisebb, 5-6 kiló körül lehet, de gyönyörű szép. Úgy néz ki, hogy ez a záróhalunk, már lassan pakolunk, de azért még visszadobjuk, még van egy kis esély, meglátjuk. Apám mindig csak a katyákat videózza, nem tudom, mit szeret ebbe ennyire. Csak az, nincs más, csak kacsa, ez a lényeg. A cucc nagy részét már összepakoltuk, de én megmondom őszintén, titkon bíztam még egy kapásba. És hát elúszta a PVA beget ismét. Ez most érdekes módon ejtős kapásra érkezett a másik kettővel ellentétben.
a legnagyobb. Az egész hatot mutat, abból még szerintem maximum, hát egy 60 deka lehet a mérleg, a szák, úgyhogy a 8 kiló körül, gyönyörű szép. Gyönyörű szép, egészséges töves, nagyon jó méretekkel rendelkezik, nagyon örülök neki. Annak ellenére, hogy a fárasztásnál is milyen lomha volt, meg itt egyáltalán nem ficánk volt, nagyon gyorsan elment. Ez már biztos, hogy az utolsó hal volt. Mindjárt összepakoljuk ezt a maradék cuccot és megyünk haza. Nagyon eredményes volt, a PVA meg nagyon jól működött, ma 3 gyönyörű szép pontot eredményezett. Délben még szomorkodtam, hogy mindig ilyen szerencsétlenek vagyunk, aztán így délutánra nagyon szépen beindult a halfogás. A jövő hétvégei cél már megvan, onnan jelentkezünk következőre, most pedig sziasztok, ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel!